Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy a PayPal elindítja a kriptókereskedést az Egyesült Államokban, tehát ez mindenképpen egy nagy hír, hiszen csak pár héttel ezelőtt jelentette be, hogy részt vesz ebben a kriptóbóliban, tényleg, hivatalosan. Aztán a második hír arról szól, hogy a DeFi felhasználók tábora szépen gyarapodik, 55 ot ment a felhasználóknak a száma az elmúlt 6 hétben. Tehát annak ellenére, hogy azt láthattuk, hogy kicsit medvésen viselkednek a különböző DeFi projektek, esik az áruk, a felhasználók száma viszont szépen nő. Valamint történt egy hekkelés az Akropoliszon, és a hacker több mint kettő, millió dollár értékben tudott lelépni DAI tokenben. Ugye a DAI egy stablecoin, ami a dollárhoz van hozzá kötve, tehát is két, több mint két millió dai lépett le. Nos, erről fogok szintén beszélni. Aztán ne felejtsétek, hogy utána jön a kérdez-felelek, megint szuper kérdéseket tettetek föl. hogy úgy tűz kérdést föltenni, fölteszed az előző videó után, úgy értem, hogy alulra odaírod a kommentekbe nagyon érdemes szemezgetni a kommentek között, mert nagyon jó kérdések vannak, és én mindenkinek ott válaszolok személyesen. Egy párat hozok a videóba is, hogy itt a Youtube-on keresztül is megválaszoljak egy-kettőt, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a válaszok. És valamint a másik dolog, amit múlt héten jelentettem be először, hogy van ez a klassz oldal. Ugye a részletekről számos olyan igény megjelent már, hogy szeretnétek, hogy ezt a témát kidolgozzam, azt a témát kidolgozzam, ez is, az is érdekel. És hát egyszerűen nem fér bele, hogy a napi hírek be, ezt valahogy úgy beletegyen minőségileg, hogy az tényleg uh, átfogó legyen, és ne csak úgy, hogy egy pár szót mondjak róla. Ezért létrehoztam ezt az oldalt, és itt tudod egyébként uh, végül is a csatornát is úgymond támogatni azzal, hogyha mondjuk kávészponzornak állsz be, akkor uh, értékeled azt, hogy tényleg sokat tanulsz amit, abból, amit a blockchain Bloom Hungary csinál, és tényleg uh, ez egy havi szintű díj, tehát azt jelenti, hogy nagyon 60 forint per nap, hogyha neked tényleg értékes az információ, mint a, itt a Blockchain Blumon euh, hallasz, itt a Blockchain Hungary YouTube csatornán. Aztán itt van a 10 eurós euh, verzióna, akkor ezért cserébe, aki már ezt meglépi, hogy támogatja így a csatornát, ez nagyjából napi 120 forintot jelent, az bizony minden hónapban kap egy olyan plusz videót, amilyen témát ti kértek, hogy kidolgozzak, és a témát azok választják ki, akik itt bent vannak a szponzorok között, ti adjátok az ötleteket. És a végén kiválasztunk abban a hónap, az hónap az ötletei közül azt, ami a legtöbb embert érdekli, és arról fog elkészülni itt a videó, és csak azt fogja természetesen látni, aki itt van e, velünk. Tehát ezek nem fognak a YouTube-ra fölkerülni. Aztán ezek még kap, kap egy jó kis matricát, és csak ők kapnak blockchain Bloom Hungary e, matricát. És végül is itt van még az 50 eurós szponzor ami nagyjából egy napi 600 forintos támogatást jelent, viszont ezért cserébe ugyanezt a videót megkapott, tehát kidolgozott témákat azokban, amiket is szerettek, plusz a hónap altcoinja videót, minden hónapban egy olyan altcoin videót elemzést, aki például megvásárolta a minden, amit a bitcoinról és a blokkláncról tudni érdemes kurzust, az ugye az első 10 napban a, meg, a vásárlók között, vagy nekik, akik az első 10 napban megvették, adta még top altcoin ö, videó, top 5 van abban benne. Hasonlóképpen lesz itt is mindig egy kidolgoz. Az azt jelenti, hogy ugye egy évben 12 altcoin ö, kapsz ö, lényegében, és ezzel úgymond vissza is tudod elvileg egy bika piacnál simán keresni ezt az árat. Sőt, tehát egyébként ö, ez is megéri arról nem beszélve, hogy a gyűjtőknek csak VIP tagoknak ilyen bögrét adok a harmad, harmadik hónapi támogatás után, ezt ki fogják nektek postázni. Na és nézzétek meg, múlt héten indult, és már hatan vagyunk itt a csapatban, hatan, akik majd szavazni fognak, hogy na, melyik témáról készüljön videó decemberben, jó? Tehát az fontos, hogy aki most csatlakozik, semmi pénzt nem vesz le a rendszer, december elsőn fogja legelőször levenni, amikor is már megkapjátok majd az első témát, és az első altcoin videót is. Na, a link egyébként ehhez pedig itt van a videó alatt, jó? Tehát oda lementek a videó alá, ott megtaláljátok ezt a linket, hogyan tudtuk csatlakozni, és tanuljatok akkor ezáltal még többet. Ezek ilyen mindenkinek egy picit így apró pénzek, de nekem viszont összeteszik azt, hogy ezzel nekem időm van, foglalkozom vele, és viszont így akkor eljutnak az infok hozzátok, és így összedobjátok az egészet. Sokkal könnyebb így. Na, aztán jöjjön a piac, nézzétek bitcoin. Tehát új rekordokat döntött meg tegnap óta, ugye? 16.295 dolláron jelen pillanatban, de volt ennél magasabb is, ugye ez egy közel 3%-os emelkedés jelen pillanatban elmúlt 24 órában. Ethereum 465 dolláron az egy fél százalékos emelkedés. Aztán, ha megnézitek a nap nyertesét, eddig az a Decred 21 SushiSwap 14, Uniswap 9 A vesztesek pedig ABBC Coin 9, Near Protocol mínusz 5, Ampleford minusz 5 és egy picit nézzük meg akkor ezt a bitcoint. Tehát nézzétek, ezt produkálta az elmúlt 24 órában. Tehát először is ez a dolog, hogy végre tegnap átlépte a 16 ezeret, ez szerintem mindenképpen egy nagyon nagy dolog. Hiszen legutóbb a bitcoint annó 2018-ban láthattuk ezen a szinten, azóta egyszer sem volt, és ha megnézzük az elmúlt 90 napot mondjuk, nem kell annyit megnézni, de mondjuk innen érdemes, tehát októbertől, akkor nézzük meg az elmúlt 30-at. Szóval azt látjuk, hogy októbertől elindult ez a növekedés, és csak megy, csak megy, csak megy fölfele. Látjuk, hogy csupa bikás hír, csupa jó hír, túl vagyunk most már az elnökválasztásom, de azért mindenkit óva intenék arra, jó, hogy ha ilyen gyönyörűen is elindul majd parabolikusan fölfele, akkor abból előbb-utóbb van egy zuhanás. Ez nem a úgymond a végső zuhanás a Bika piacban, de egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a múltkori Bika piac folyamán is volt legalább 5-6 ilyen alkalom, ahol 20-30 százalékokat is beesett, tehát akár 16 ezerről visszamehet, 12 ezerre is. Az, hogy most először eléri most a mindenkori csúcsát, tehát a 20 ezer körülit, és utána lesz egy ilyen megtorpanás, aztán majd megy vissza. Vagy most egy 17-18 fölött, ami hogy megy fölfele, akkor lesz, ezt nem lehet tudni. Azt lehet látni, hogy összességében a trend az bikás, tehát függetlenül attól, hogyha lesz ilyen visszaesés, utána elvileg majd folytatódik. De senki ne lepődjön meg, jó? Hogyha jönnek ö, akár egy-két hét múlva piros számok, mert 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 esés van, benne van a pakliban. Ha viszont ö, nem lesz esés, hanem nem tudom, úgy alakulnak, úgy állnak a csillagok, hogy továbbra megy fölfelé, akkor meg egy nagyon szép emelkedés lehet. Jó, tehát azt jelenleg azért lehet látni, hogy nagyon sokan vannak profitban már, akik hosszú távon tárolják már a bitcoint, hiszen alacsony áron vették, lehet, hogy előbb-utóbb realizálni fogják a dolgokat. Az is lehet, hogy a bánák közbelépnek, kivesznek nagyobb adagot, akkor beesik egy kicsit a piac, akkor mindenki megijed, akkor elkezdik eladni. Még jobban esik, hogy ők a bárnák újra vásároljanak, és ismételten profitba legyenek, mert higgyétek el, ők erre várnak, lesben állnak. Hú, tényleg lesben áll, a, a cápa az nem bánna, igen. Na jó, nézzük meg az első hírt. Szóval az első arról szól, hogy a Paypal elindítja a kriptókereskedést az Egyesült Államokban, tehát azoknak a polgároknak, akik erre jogosultak, és az Egyesült Államokban az Egyesült állampolgárai, állampolgárai. és nagyon érdekes, hogy eredetileg az volt, a heti szintet 10 ezer dollárra lőtték be, viszont ez volt az eredeti bejelentés, viszont ezt már megduplázták, azt mondták, hogy heti 20 ezer dollár értékben is lehet, tehát azért ez, ez, ez is jó, hogy rögtön duplázódott. És ami nagyon fontos szerintem ebből az egész hírből, azon kívül, hogy nyilván, hogy ők részt vesznek, hogy nézzétek meg, a Paypal szeretné eljutatni ugye a kriptó fizetési módot 26 millió kereskedőhöz globális szinten. És ebben nagyon nagy potenciál van. Tehát a, a, a több mint 345 vagy 6 millió e, ugye PayPal e, aktív felhasználó e, ilyen számla is van. Tehát nagyon-nagyon sokan a világban rendelkeznek ezzel. Képzeljétek el, hogyha most több mint 26 millió kereskedőz eljut az a lehetőség, hogy az emberek fizethetnek majd kriptóban, onnantól kezdve ez milyen boomot indíthat be. A, akár a bitcoin vagy más altcoinok esetében. Szóval, ha visszaemlékszünk, akkor amikor átlépte a bitcoin a 13 ezer dollárt, akkor bizony ez a PayPal hír, hír jött ki, hogy a PayPal beszáll a kriptobuliba. Most ismételten egy olyan hír jelent meg, hogy ugye el is indítja a kereskedést, ráadásul megduplázta a, a heti limitet is, Bitcoin megint 16.000 fölött ö, szárnyal tényleg. Tehát nem csak picit átlépte, hanem hogyha itt megnézitek, akkor volt már nagyjából 16.400 valamennyin. pedig 16.000 fölött még a tegnapi nap előtt nem is volt 2018 óta. Tehát ez mindenképpen egy szignifikáns ö, lépés a Bitcoin részéről. És ö, igen, tehát ez. Összességében nagyon jó hír, ez is azt jelenti, hogy a kriptó még jobban be tudna épülni a hétköznapjainkba, és a PayPal mindenképpen sokat tesz ezért ezzel a szolgáltatással, amit indít. Aztán a második hír, amit hoztam, az arról szól, hogy ugye igaz, hogy láthattuk, hogy az elmúlt egy-két hónapban az altcoinok esnek, igaz, a bitcoin ugye már szépen elindult az elmúlt pár hétben, de az altcoinoknál is láttunk egy lendületet, aztán kicsit most megtorpantak. Szóval lényegében lehet látni, hogy itt a DeFi projektek, annak ellenére, hogy ott az értékük nem megy annyira föl, mint ahogy ezt ugye dübörgött nyáron, ennek ellenére a felhasználók száma viszont nagyon szépen nő. 55%-ot ment föl az elmúlt 6 hétben. És azt lehet látni, hogy októberben 40%-ot ment föl és a maradékot pedig most tette hozzá, tehát itt írja, hogy nagyságnál 550 555.000-ről nőttek 775.000-re az október folyamán, majd még november 11-ig, tehát az első 11 napban novemberben 85.000 adódott hozzá, ez nagyjából 11%-os növekedés, és így a kettő együtt kiadta, hogy az elmúlt 6 hétben, október elejé óta 55%-ot ment föl és a compound nagyon szépen növekedett, még leelőzte most éppen a, a, a Dex-ek között a vezetőt, a uniswap is, ugye ott 135 ezer új felhasználó van, a másiknál pedig 110 ezer új felhasználó. És lehet látni egyébként, hogy a Uniswap továbbra is az élen jár a dexek között. 63,6% kereskedés történik napi szinten a Uniswapon. Utána a Curve 12,2-vel, SushiSwap 8,64-jel, és OX pedig 7%-kal. És ők négyen kiteszik a teljes DEX voluménak napi szinten a 91%-át. Tehát mindenképpen ők itt a, a, a menők. Nézzétek meg a DeFi Pulse-t. Ugye ez az a felület, amit már többször mutattam nektek. Itt lehet követni a DeFi növekedését. Ugye ez a szám mindig azt jelzi, hogy mennyi van már bezárva a DeFi különböző DeFi protokolokba. És most már lehet látni, hogy ezen a héten a hét elején azt hiszem 13 milliárdot értük el. Most már 13, vagy nem milliárd, tehát hamarosan már 14 milliárd lesz, és nézzétek meg nyár óta szinte töretlenül. Á, pici, pici visszajövetel. Tehát a lelkesedés az továbbra is megmaradt. Itt lehet látni, hogy a Uniswap van az első helyen. Egyébként, hogy mi van bele bezárva 3 milliárd dollár értékben csak a Uniswapban, utána jön a Maker, és itt tovább, és itt tovább lehet látni a többit is. Ez azért érdemes egyébként követni, hogy látod, hogy milyen mértékben növekszik a DeFi, és hát az évele jó óta, nézzétek, januárban mi volt itt? 675 millió dollár. És szinten 600, 700, 609 elértük az ezeret, és onnantól vuh, elindult. Ez azt is jelenti egyébként, hogyha ebbe ez, tovább dübrög, akkor simán bennem, hogy 2021 elején mondjuk ismételten lehet egy ilyen DeFi rally. Ugye amit láttunk a nyár folyamán, tehát a jó, De jó DeFi projektek, azok bizony lehet, hogy ismételten kilőhetnek. Természetesen, hogy a bitcoin megy fölfele, új rekordokat döntene, az mindenképpen jó hatása lenne az altcoinokra, húznám magukkal, és itt a DeFi-ok -ok is abszolút esélyesek, mert jelenleg nagyon sok minden van a DeFi körül. Ez az új hype most 2020, valószínűleg 2021-ben is talán. Aztán nézzük meg a következő hírt, ez pedig az Acropolisról szól, ha már DeFi projekt, ugye mondjuk negatív dolgokat is hogy történt egy hacker támadás, a hacker pedig lelépett kettő, több mint kettő millió dájjal. Ugye a dáj ez egy stable coin, ami hozzá van csatolva az USA dollárhoz, tehát egyenértékű nagyjából vele, sats per kávé. És lehet látni, hogy érdekes módon, ja nem, itt akartam megmutatni, mert ez egyébként az Akropolisznak a saját oldala, tehát közé tették, hogy ekkor történt ez a bizonyos támadás és kettő pult érintett, az egyik a Y-curve, a másik az S-USD pool, ebből loptak el Dite. Mm. Nagyon érdekes, hogy mindkét, tehát ezeknek a pulloknak volt auditja, tehát könyvvizsgálata, tehát bevizsgálták őket, de... A hackernek sikerült megtalálni a kiskaput, amit nem igazán vizsgáltak meg. Tehát ennek ellenére, amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy vannak olyan projektek, hány olyan van, amik ugye nincsenek bevizsgálva rendesen külső, független cég által, azok milyen veszélyesek. Ezek be voltak vizsgálva kétszer is, két külön cég által, és még így is megtörténhetett a hack. Aztán miket, mi történt, tehát ugye ezt a, Y-curve és a US, SUSD pult érintette, innen vitték el ezt a két millió t Itt van, hogy jelenleg a lopott pénzek ezen a pénztárcán vannak tárolva, itt az etherscan ugye ezt meg lehet nézni, blokklánc, minden rajta van a blokkláncon. Nem, nem, volt hatással ez a Compound ra a Compound USDC-re, az AVE SUSD-re, az AVE BUSD-re, a Curve BUSD-re és a Curve SBTC-re valamint a native Acro és ADS staking púlokra sem. Jó, tehát ezt a kettőt érintette, a többit nem. És milyen lépéseket tettek, tehát természetesen <coughs> most szüneteltetik az összes pooljukat, tehát még egy kicsit elcsendesülnek itt a dolgok, tájékoztatták természetesen az összes váltót, tehát szétszórták a hírt, hogy mi történjen. Ez a egyébként itt a kriptóban, hogy mivel hogy minden lenyomozható, hogy hova mennek a pénzek, nagyon sokszor ezért nem jutnak az egészszel, a teljes összeggel olyan messze a hackerek, mert utol lehet őket előbb érni, előbb érni. Valahol el kell adniuk, valahol meg kell tőle szabadulni, és ha az a kriptó közösség összefog, akkor le tudja zárni ezeket a kapukat. Lásd, Kukoin Hack, pont tegnap beszéltem róla, hogy a 84%-át, amit elloptak, már vissza tudták állítani. És igen, hát nyilván itt most megvizsgálják biztonsági szempontból az egészet. Itt újra kell gondolni pár dolgot. De azért vegyük figyelembe, hogy a DeFi az egy igencsak gyerekcipőben járó dolog. Nagyon új még az egész, Természetesen mi minden új dolognak vannak gyerekhibái. Igen, nagyon ígéretesnek tűnik. Mm, jó alternatíva lehet a c ugye a centralized központosított pénzügyi rendszerre. Ez a decentralizált pénzügyi rendszer. De azért legyünk vele tisztában, hogy ezeken át kell bukdácsolnunk, és a hekkerek mindig előttünk járnak, tehát ilyeneket fogunk bizony még látni. Ez része a fejlődésnek. Tehát no pain, no gain, ugye, ahogy szokták mondani ezek kellenek, bármilyen furán is hangzik ahhoz, hogy egy tényleg egy biztonságos rendszert lehessen fölépíteni, ami már nem lesz annyira könnyen hekkerhető, úgy legyenek azok az okos szerződések megírva, hogy tényleg minimalizálják a bagoknak a számát benne, és így tovább, és így tovább. Minden új területre ez vár. Először ki kell taposni az utat. Nos, ezeket a híreket hoztam mára, és akkor jöjjön a kérdez felelek rész. Szóval ne felejtsétek el, hogyha kérdést szeretnétek föltenni, a mai videó alá lehet írni őket, és majd a hétfői videóban fogom megválaszolni, meg egy párat, így személyesen a YouTube-on keresztül, de mindenkinek válaszolok írásban jó. Tehát érdemes böngészni a posztokat, a kommenteket, mert nagyon sokat lehet belőlük tanulni, és nagyon jó kérdéseket tesztek föl. Na jöjjön az első. Uh, szia, nagyon tetszenek a videók, hurrá, köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Ledger Wallet 24 szavas helyreállító kódja csak az első beállításoknál jegyezhető le, vagy bármikor később is előírható a beállításokból. Nos, nagyon fontos, amikor uh, megkapod a Ledger wallet és ugye életre hívod, akkor lesz egy olyan lépés, hogy igen, most jön a 24 szavas jelszó ekkor tudod ezt egyedül lejegyezni. Jó, későbbiekben ezt már nem tudod visszahívni, ezt az opciót, akkor jegyezd le, ahogy tegnapi videóban is mondtam, mert volt hasonló kérdés, legalábbis a jelszóra vonatkozólag, tehát a sorrend számít, és akkor azt a 24 jelszót leírod, valahova külön papíra, nem tárolod digitális formában, nem fotózod le, nem írod a számítógépbe, és így tovább, és így tovább, jó? Tehát valami olyan, nem tudom, fémlapra rávésed, papírra leírod, azt már te döntöd el, azért, hogy offline legyen teljesen a történet, és jól tedd el, mert ez a lényege az egésznek. Ezzel lehet e, igazából e, meghekkelni a ledgeredet. Na, tételezzük fel, hogy elfelejtetted leírni rendesen, jó? Tehát mindig van, azért vannak megoldások. Száraz torókra a víz, például. Na, szóval, elfelejtetted leírni a jelszót, de tételezzük fel, ha még nem tettél kriptót a ledgerre, akkor nincs vesztenivaló, akkor fogod, bejutott háromszor a rossz PIN kódot, és onnantól kezdve ugye újra kell húzni a ledgert. Amikor újra húzod, mint egy új eszközt, egy new device, tehát azt a verziót választod, akkor újra fel fogja ajánlani, hogy tessék, itt van az új 24-es csomagod a jelszavakból, tessék, akkor ezt leírni. Tehát ha valamire elfelejtetted, akkor ezt meg tudod csinálni. Ez arra az esetre vonatkozott, amikor még nincs semmit. Jó? Ha esetleg elvesztetted a jelszavaidat, de mondjuk úgy, hogy nem tudod, hogy a balki ellopta, és így akkor tud róla, hanem nem tudom, én leöntötted a papírt valamivel, és olvashatatlanná vált, akkor, még mind, akkor is van megoldás akkor fogod a ledgeren lévő összes kriptódat, és kiutalod de csak ideiglenesen valahova. Ugye ez lehet egy online pénztárca, ez lehet egy váltó, tehát nem tároljuk ott, csak kiutalod. Amikor kiment minden kriptó a ledgerről, akkor újra húzod az egészet, pont ahogy előbb mondtam. Tehát csinálsz is egy új, új ledgert, de már nincs rajta semmi, tehát igazából nem veszítesz el semmit. És amikor az kész, leírod az új 24-es recovery phrase-t, és utána szépen, ahova kiutaltad, rögtön visszautolod már az új ledgeredre az összes kriptódat, és akkor minden megvan. Jó? Tehát ezért vannak lehetőségek. A lényeg, hogy ezeket a jelszavakat a ledgertől mindig távol, más helyen tároljuk, soha ne egy helyen, mert a kettő együtt nagyon rossz. Ha viszont megtalálják a 24 szoros jelszót, és rájönnek arra, hogy ez egy ledgerhez tartozik, akkor elmennek, vesznek egyet, és azzal el tudják vinni a kriptódat. Tehát ez a legfontosabb. Na. Következő. Attila, minden szabad iszom, de nem jelenik meg nekem az új videót. Fel vagyok iratkozva, kis harangot lenyomva, hol a hiba? Köszi a választ. Nem tudom, hogy közben sikerült-e megoldani, de nem már találkoztam. Tehát amikor itt a videóknál a YouTube-on feliratkoztok, akkor ugye odamész a feliratkozó és mellette van a csengettyű vagy harang azt mindig mondom, hogy nyomjátok meg, és ott van egy opció, hogy all. Ha nem nyomjátok meg azt, hogy all, akkor nem fogjátok ezt megkapni. Ez eddig megoldotta a problémát azoknál, ő azt mondta utána, írt nekem, hogy elvileg így csinálta, de most akkor újra megpróbálja. Nagyon remélem, hogy akkor, akkor sikerült, és a mai videót akkor tényleg megkapja, hiszen ez fontos, hogy tényleg iratkozz fel erre a csatornára, mert ez egy olyan csatorna, amit tényleg megkapod a legfrissebb híreket a kriptó és a blokklánc világából. Minden hétköznap, magyar nyelven, tálalva, teljesen ingyen, tehát semmi veszíteni való nincsen. Viszont fontos, hogy azonnal megkapd őket, mert néha vannak olyan hírek, amikor gyorsan kéne lépni, és akkor az nem elég, hogy ó, majd három-négy nap megnézem, hogy mit tett fel a csatornára, milyen videókat, hanem rögtön tud, hogy mikor került fel valami, és ehhez fontos, hogy megnyomd a, a utána a csengetyűt, és utána az ó, tehát a legőrülőbb ott lesz, hogy all, mind, és akkor, elvileg akkor ez működik. Eddig megoldotta a problémát, remélem akkor itt is most. Aztán a tegnapi nap folyamán beszéltünk a hekkelésekről, és mondtam, hogy ha találtok olyan oldalakat, olyan hekkeléseket, hogy ahol becsapják a népet, de most már megbizonyosodtatok róla, hogy, hogy fú, ez tényleg valami kamu, akkor Hirdessük az igét, mondjuk el másoknak is, hogy ne essenek bele ebbe a hibába. És ö, kaptam egy nagyon szuper részletes leírást az egyik csalásról, és ö, az oldal címe az ö, direkt, most nem akarom betenni ö, linként, mert nehogy valaki ezt félreértelmezze, de úgy van, hogy Crypto, tehát C-vel, Crypto Y-nal, portal, tehát portal.cc, portal jó? Tehát cr y p t o p o r t a -l .cc, .cc, Ez lenne a kamu oldal. Na és azt írja. Szia Attila! és mindenki, aki olvassa. Hoztam egy ropogós scam oldalt, amit elképesztő jól elkészítettek, és nagy pénzeket ígérnek rövid idő alatt, de ez sajna egy átverés. Ez nem más, mint a, mint hogy mondottam, ráadásul egy https oldal egyébként, cryptoportal.cc mutatja a főoldalon a legutóbbi befizetéseket és kifizetéseket. Sejtettem, hogy ez kamu, de azért leteszteltem, de jó fel, mondjuk. Beraktam 50 dollár értékű Ethereumot, ugyanis nem esnék estem hasra ennek elvesztése miatt. Jelszót is egy kifejezetten erre, az egy oldalra kitalált jelszót használtam, nehogy ö, valahol máshol kár érjem. Az oldal röviden berakod a pénzt pár ö, napra, kamatozzik, és megkapod a tőkéd akár két, 2750 százalékát is. Amikor lejárnak a napok, akkor megkapod, idézőjelben, a pénzed nekem 50 dollárból 6 nap elteltével 625, egy nem igazi pénz, és ha úgy gondolod, hogy vissza kiutalod az Ethereum számládra a már kamatozott összeget, vagy magát a tőkét 50 dollárt, vagy annak bármilyen részét, akkor szimplán felveszik a request-be, tehát hogy szeretnéd ezt fölvenni. Küldenek az e-mail címedre egy levelet, hogy rögzítették a kiutalás kéremet, és onnét nem történik semmi, tehát nem fogják elküldeni a számládra az összeget. A földön lévő depozit rész valódi, ugyanis ahol a kriptóval fizetnek, ott megnézheted például az Etherscan-en a tranzakciókat. Ebből azt akarom kihozni, hogy többször láttam négy számjegyű befizetéseket dollárban, és elgondolkozhatunk, mennyi pénzt csaltak már ki az emberektől. Szeptember 21-én indult az oldal, és még mindig fut. Senki ne fizessen be egy centet sem. A vidró fülön valószínűleg azért küldenek vissza pénzt, hogy elhitessék az emberekkel, akik nézik az oldalt, hogy valódi. Ez egy tipikus példája az egyik kriptó csalásnak. Óriási összeget ígérnek, hogy micsoda a százalékok. Csak ennyit kell beletenni, és hát gigászi lesz, ami ugye ebből kijön végül, és az emberek bedőlnek neki. Mondjuk klassz, hogy letesztelte nekünk az oldalt, mondjuk 50 dollárja bánja, de sokkal jobb, mint hogyha sokkal több. Hiszen ő is mondta, látta, hogy négy számjegyű dollár, befizetések is voltak dollárban, és gondoljatok bele, hogy hány embert így becsapnak. Kabzsiság, erre gyúrnak. nagyon vigyázzunk ezekkel a csalásokkal, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk ugyanis nagyon szépen részletesen leírta, és akkor ezt az oldalt megnézhetitek, de nem beletenni pénzt, csak hogy tudjátok, hogy melyik nem jó. Tehát cryptoportal.cc, a kripto C-vel és Y-nal. Nos, köszönöm szépen a figyelmet mára. Ugye jön a hétvége, tehát mindenkinek szuper hétvégét kívánok. Kérdések folyamatosan jöhetnek a hétvég alatt is, a hétfői videóba eh, majd beleteszem őket. Egyébként apropó, ezt elfejtettem mondani, de már tegnap is, hogy a csatorna tegnap, azaz november 12-én lett fél éves. Tehát fél évesek vagyunk, most már több mint 1200 feliratkozóval, és egy nagyon aktív közösséggel szerintem. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ez mennyire rétegcsatorna. csatorna, az egy nagyon-nagyon szép növekedés, hogy mennyit kommenteltek, aztán lájkoltok, like tényleg, a tetszik ez a tartalom, lájkoljátok, like akkor látja a YouTube is, és egyre több emberhez eljuttatja az információt, mert akkor ez egy olyan csatorna, amit néznek, és hogyha nézik, akkor még több szuper tagja lenne ennek a közösségnek, és ugye együtt érünk mi itt valamit, ahogy egymásnak is válaszolgattok, tényleg klassz. Tehát nagyon-nagyon jó. Ha plusz tartalmat szeretnél, ahogy mondottam, itt van a link a videó alatt, tudsz különböző összegekkel hozzájárulni, mindenki a pénztárcájához mérten, és akkor megcsinálom azokat a videókat is. Jó, csak hát nyilván e fölött, hogy minden nap ezt elvégzem, plusz a kurzust készítem, már nincs igazából erőm arra, hogy még azt is megcsináljam, de hogyha összedobjátok, akkor nektek azt is megcsinálom, jó? Szóval rengeteg lehetőség van. Tanuljunk, ez a nagyon fontos. És mindenkinek akkor szép hétvégét kívánok, találkozunk hétfőn, sziasztok!